Kolumbiánál vagyunk, ugye gondolják? Nyájan vagytok hát! Már föl is vettem a legszebb otthonkát! Mári néni műsoron kívül elmondta, hogy a nadrágot nem csak stoppolja, de fel is próbálja. Ha fölveszem hát, amikor rá kell szólnom a Miskára. Miska? Ő a Mári néni ura? Ura? Dehogy is ura! A férjem lenne az a beste, csak már nem bírja a teste. A férjem szentem. Ő nála minden eldől, de nem csak fejben. Akkor ő a fej, ha jól értem. Ő a fej, bizony. Mindig ezt mondja nekem, én vagyok a fej. A de családnak igen. Feje? Igen, de csak akkor fej, amikor tehenet fel. És ezt engedi a Riska? Bizony, hát a Riska olyan tehén, őt nem fejheti meg más, csak a Miska. És a fejkérdésben hogy egyezik vele, mondja, kedves Mariska? Hát, hadd legyen csak ő a fej. Akkor neki komoly teret ad? Teret? Hát az bizony kap. Egészen addig, amíg rá nem jött, hogy én vagyok a nyak. Nem értem. Mit csinál a nyak? Hát a nyak. Az okos nyak a buta fejet fordítja. Hogy megmutassa neki, merre van az arra. Á, értem. Értem, így már nem is kérdem. Levonom a következtetésem. Bármekkora fej vagy, Miska vagy Jakab, csak arra nézhetsz, ahová enged a nyakad. A nyakad.